Max. A MÁV egyik legkorszerűbb és leguniverzálisabb villanymozdonya, hiszen nem csak IC és gyors vonatokat vontat, hanem személyvonatokkal és tehervonatokkal is közlekedik. Óvodáskoromban hamarabb rajzoltam mozdonyt, mint Naposkát meg Házikót az óvónénik legnagyobb örömére. A Jelem is mozdony volt, ez egy megvalósult álom, hogy mozdonyvezető lesek, és hogy mai nap Trax mozdonyokat vezethetek. Ezt nem is munkaként, hanem inkább hivatásként, egy életcélként tekintek. A MÁV 2007-ben írt ki egy új és korszerű villamos mozdony beszerzési pályázatot, melyet a német-kanadai Bombardier cég nyert el a Trax mozdony családdal. Olyan cégeket utasított maga mögé ez a mozdony család, mint a Siemens vagy az Alstom. A jármű család népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy hazánkon kívül jelenleg Lengyelország, Németország, Belgium, Luxemburg, Franciaország, Svájc és Olaszország is használja. Traxnak van személyvonati változata, tervonati változata, illetve univerzális változata, ami mindenre használható. Egyáramnemű, kétáramnemű, illetve több áramnemű is van, mi a kétáramnemű változatból vásároltunk be. A kétáramnemű villamos mozdonyok üzembeállítása lehetővé tette a határon túli emelt sebességű, minőségi távolsági személyvonatok, valamint tehervonatok továbbítását, mozdonycsere nélkül. A MÁV állományában 25 darab Trax mozdony van, és mi járunk ki a szomszédos országokba. Elsősorban Ausztriáról van szó, tehát Ausztriába járunk ki, illetve Romániába járunk ki. A Trax mozdonyok jelentősen költséghatékonyan üzemelnek, ez részben az alacsonyabb fogyasztásnak köszönhető. Továbbá fékezéskor a keletkező elektromos energiát a felső vezetékhálózatba táplálják vissza. Nem csak üzemeltetési, hanem karbantartási költségei is alacsonynak mondhatóak, mivel ritkábban kell rajtuk nagy javítást végezni. A 480-as sorozatnak egy különlegessége, hogy ez teljes egészében a Mástart ZRT tartja karban. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a kerekektől, vagy ha úgy tetszik a sintől az áramszedőig, minden egyes elemnek a karbantartását, javítását azt el tudjuk végezni. Egészen komoly munkákat is, tehát akár egy áramirányító javítás, egy számítógéprendszer javítás, buszhálózatjavítás, egy forgóváz csere és egyebek, tehát a nagy javítások is a mi spektrumunkba tartoznak. Verbeloknak nevezzük azokat a mozdonyokat, melyek oldalán reklámfestés vagy matrica van. Számos Trax mozdony büszkélkedhet azzal, hogy egyedi megjelenést kapott. A MÁV csoport legelső verbelokja Kandó Kálmánnak, a vasút villamosítás úttörőjének állított emléket. Én dolgozok V43-as Szili, Gigant, Szöcske, BZ motorkocsival, Traxszal, Taurusszal. Valóban ez a Trax mozdony áll hozzám a legközelebb. Nyári menetrendben Balatonparton a Balaton Express vonatokat szoktuk ezekkel a mozdonyokkal továbbítani. Megbízható, jól gyorsul, korszerű villanyfék miatt intenzívebben is lassul, de azt a étkezőkocsi miatt annyira nem szeretjük, mert a utasok nem szeretik, hogyha esetleg a gulyásleves vagy a nyáron elfogyasztott sör az ölükbe pottyan. Mondhatom azt, hogy az egyik legkorszerűbb, legergonomikusabb mozdonyunk, tehát mozdonyvezető szempontból értve természetesen. Megbízhatóak, ritkák a meghibásodásai. Nyáron a nagy melegbe a klíma miatt a mozdonyvezetőnek nagyon kényelmes. Nyomásvédett a vezetőállás. Ez ugye azt jelenti, hogy például nagysebességű vonat találkozásoknál, alagút behaladásokkor a mozdonyvezetőnek a fülét gyakorlatilag a légnyomás különbség nem zavarja. A kezelő szervei ergonomikusak, 21. századnak megfelelőek, kijelzők, gombok, kontrollerek, minden kézre áll. Mindent könnyen elérünk, nem kell messzire nyúlni, nem vonja el semmi se a figyelmünket, hogyha valamit el kell kapcsolni. Mozdonyonkénti átlagos futás teljesítményük havi 22.500 km. A 25 mozdonyból álló Trax flotta tehát havonta közel 562.500 km-t tesz meg összesen. Ami azt jelenti, hogy közel 14 alkalommal is megkerülhetnék bolygónkat minden hónapban. Nekünk viszont bőven elegendő, ha ezek az univerzális villanymozdonyok még hosszú évekig továbbra is a Földön teljesítik megbízható szolgálatukat.